A szociális munka napja kapcsán ismét egy olyan területről érkeztek a szakemberek, akiket nagyon szeretettel köszöntök, amely ehhez az ágazathoz tartozik. Itt Terézvárosban működik, méghozzá nagyon jól, évtizedek óta a Terézvárosi Gondozószolgálat. Smolcné Havas Pálma a vezetője, és itt van velünk Dékány Ágnes, aki a szociális étkeztetésnek a vezetője, és Garab Edit, aki szociális ápoló és gondozó. Azt gondolom, hogy egy talán a legkitartóbb nézőink emlékeznek arra a beszélgetésre, vagy esetleg eszükbe jut, amikor Garab Edit először ült itt nálunk a stúdióba, akkor közmunkásként kerültél. Igen. Egy teljesen más területről a Tegoszba dolgozni. És most a legnagyobb örömömre azt látom, hogy, ahogy mondta Pálma is, hogy az egyik legjobb munkatársat nyertük azzal, hogy te oda kerültél. Nem tudom, melyikötök kezdi el, de azért lenne izgalmas, hogyha a szociális munkát most te egy picit, mint kívülről érkező, bemutatnád, hogy mi volt az, ami végül is megragadott ebben az egészben, miért maradtál itt főállásban, és hogy gondoltad-e valaha, hogy ebbe a szociális ágazatba fogod megtalálni az örömödet? Igen, teljesen máshonnan jöttem, egy eladói munkakörből, és mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, majd ide kerültem az idős gondozásba, mint kívülállóként azzal tudom ezt elmondani, csak is azt, hogy minden nap szeretettel kezdem el a munkámat, mert nagyon sok szeretetet kapok az idősektől, ugyanúgy én is kedvelem őket, és szívesen segítek nekik minden szükségleteikben, úgy az otthoni teendőikben, bármire meg tudnak kérni, tehát vásárlás, ügyintézés, az ügyintézés, hogy szociális segélyeket, hogyha igényelnek. Szívesen. Egy picit belekérdezek, mert azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes lehet az, hogy hogy is történik egy ilyen családlátogatás. Mert ez tulajdonképpen olyan, mintha az unokám megérkezne nap mint nap, vagy hetente kétszer. Tehát kit milyen gyakorisággal kell meglátogatni. Váltjátok-e egymást a többi gondozóval, vagy pedig mindenkinek megvan a maga saját családja? Hogyan fogadnak benneteket? Igen. Megvan általában a saját gondozott nénieink, ugye a szabadságolások kivételével. Persze nagyon várnak, elsősorban fő a bizalom, amit először ki kell alakítani kettőnk közt. A családjukkal ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, és ez minden nap úgy történik, hogy reggel bemegyünk az irodában, megkapjuk a beosztásunkat, nagyon sok ellátott nénivel kell törődnünk nap mint nap, sok kolléganőm is van, és megbeszéljük, hogy ki kihez megy, de persze vannak saját nénieink, és akkor elindul a napunk, felhívjuk őket, hogy milyen szükségleteik vannak, vásárlás. Tehát akkor telefonon megy elsősorban, igen, az egyesztetés. Elsősorban telefonon, vásárlás, illetve orvosi ügyintézés, receptek, tehát akkor gyógyszertárba is kell menni. Mosdatni, öltöztetni, szoktátok-e ágyat húzni, tehát igen. Ezek úgy beletartoznak szintén a... A legfőképpen igen, az a szociális gondozás, fekvő betegeket, illetve akik nem tudják magukat ellátni egyedül, fürdetésben, mosdatásban, testápolásban, tisztázásban, mindenféleképpen igen, segítünk. Tehát ez is beletartozik. Igen, beletartozik. Gondolom, hogy a főzést azt nem tudjátok megoldani, viszont itt van a szociális konyha vezetője. Hányféle ételt kell elkészíteni, hiszen gondolom, hogy nagyon sok idős ember nem eheti azt a fajta ételt, tehát sokféle feladatnak kell, vagy elvárásnak megfelelni, illetve rögtön arra is választ fogok kapni, hogy a szociális konyha az csak a Tegoszon belül látja el az étkeztetést, vagy pedig helyszínre is van ételszállítás. Igen, igen, igen. A szociális étkeztetés olyan szolgáltatási forma tulajdonképpen, hogy amely körében a szociálisan rászorult emberek veszik igénybe, akik koruk és egészségi állapotuk miatt
esetleg fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt, hajléktalanságuk miatt nem tudják maguknak biztosítani az ebédet, tudjuk biztosítani a diétás ebédet is. Ehhez szükséges a házi orvostól egy javaslat, ami után tudjuk ezt biztosítani. Például van epekímélős diétánk, a cukorbetegek részére is tudunk biztosítani, és természetesen a normál ebédet, akinek hány, nincs szükség. Hány fő részére főztök nap, mint nap? Hát most jelen pillanatnak körülbelül 300 fő, aki igénybe veszi tőlünk az ebédet, de ez összességében a házhozszállításos ebéd is benne van, és akik a tálaló melegítő konyhán veszik igénybe, helybeni elfogyasztással, vagy elvitellel összességében. Rögtön itt van egy szám, hogy 300 rászorult van. A rászorultság tehát nem mindig az anyagi rászorultságot jelenti, hanem nagyon sokféle rászorultság lehet, egészségi állapottól, pszichés állapottól függhet, és egyéb problémáktól is. Hogyan működik a tálalókonyha? Mert a házhozszállítás az egy rész, nem tudom, hogy azt az ételt is ti viszitek ki, vagy pedig külön ez szállító, teljesen külön történik a szállítása. A tálalókonyhát kik és milyen feltétellel használhatják? Tálalókonyhát hétköznapokon, hétfőtől péntekig vehetik igénybe az ellátottak. A tárgyi feltételek, eszközök biztosítva vannak, evőeszközök, külön nemenként elkülönített mosdók, és tehát oda azok, akiknek úgymond beutalójuk van, azok mehetnek be, vagy pedig, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nagyon éhes, akkor be tud menni és kap egy tál ételt? Nem, ugyanúgy szociálisan rászorult emberekről beszélünk. Tehát akkor van egy igazolvány hozzá. Független a koruktól, mert nem csak az idős emberek vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, hanem például aktív korúak is, akik munkanélküliek ebben az esetben, vagy munkakeresőn vannak, és ebben tudunk segíteni, hogy napi egyszerű meleg ételt tudjunk ezeknek az embereknek biztosítani. Nos, Pálma, egy-egy részterületet végighallgattunk, de az egész Terézvárosi Gondozószolgálat a te kezedbe összpontosul. Mik azok a fő területek, amelyek most itt nem hangzottak el? Szeretném megemlíteni, hogy van egy nappali ellátásunk, amit Terézvárosban úgy ismernek, hogy az idősek klubja. Nagyon sokszor jelen voltunk már, azt hiszem az életünk az nyitott könyv itt a Terézvárosban. Nagyon sokat szereplünk, rengeteg színes programmal várják a gondozónők és a mentálhigiénés munkatársak az időseinket. 50 férőhelyünk van az idősek klubjába, jelen pillanatban azt hiszem 44 vagy 45 helyünk van betöltve, tehát még várunk szeretettel további terézvárosi lakosokat, akik szeretnének a klub tagjai lenni. Rengeteg programot nyújtanak, kulturális mozgás, vannak sportnapjaink, vannak filmvetítéses napjaink, vannak bálok, mulatságok, tehát rengeteg olyan program várja az időseket, amit szeretnének, és amivel aktív időskor tudnak megélni. Szeretném kiemelni az otthonápolási szolgálatunkat, ami egy NEAK által, a régi OEP által finanszírozott szolgáltatás, aminek a lényege az, hogy lerövidítjük a kórházi ellátást, és a beteget otthonában biztonságos körülmények között a mi gondozó, illetve ápolónőink, valamint a gyógytornász, a logopédus és a fizikoterápiás asszisztens keresik fel. Tehát ez független a gondozónőtől, aki kimegy, bevásárol, gyógyszereket beadja, a ápolási szolgálat az egy... Ez kifejezetten az egy szakápolási feladatok lát el, mint egy dekubitusz kezelés, vagy sztóma kezelés, vagy a gyógytornász különböző rehabilitációs folyamatokat végez egy stroke után, vagy egy csípő protézis műtét után, térdműtét után, koponyaműtét után. Nagyon fontos például a stroke koponyaműtét után egy-egy logopédiai ellátás, és nagy örömünkre szolgál, hogy van logopédusunk, és el tudja látni ezt a feladatot, és nagyon nagy igény is van rá. Ezen kívül... Viszont
Viszont bocsánat, hogy szabadba vágok, ez előrevetíti azt, hogy a gondozó szolgálat nem kimondottan csak az idősek számára nyújt szolgáltatást, hiszen általában a stroke pontosan a 40-50-es, 60-as korosztályt szokta érinteni, tehát azok az aktív korúak is, akik éppen abban az időszakban valamilyen problémát szenvedtek el, akkor a gondozó szolgálattól kapják meg azt a fajta támogatást. Így van, tehát volt már 20 éves ellátottunk egy koponyaműtét után, akit meg kellett tanítani, újra beszélni, járni. Nagyon sok aktív korú sztrókos betegünk van, akit meg kellett tanítani ugyanúgy járni egy-egy ilyen agyi történés után. Széles skálán vagyunk, hogy kit látunk el, és az otthonápolási szolgálat nagyon sokat tud segíteni abban, hogy minél hamarabb újra a munkavilágába vissza tudjanak illeszkedni az ellátottjaink, illetve betegeink, és nagyon szép eredményeket érnek el. Olyan fantasztikus élményekben gazdagon jönnek vissza, például a gyógytornász, amikor sikerül felállítani egy nagyon régóta sztrókos beteget, és sikerül újra elkezdenie járni, megtanítják őket beszélni, tehát fantasztikus élmények vannak, és hát nagyon nagy szerepe van ugye a sebkezelésnek, hiszen a kórházakból időnként azért előfordul, hogy dekubitusszal érkeznek haza, vagy fekélyes, lábszárfekéllyel, és hát az ápolónőink fantasztikusan ügyesek, mert nagyon nagy sebeket tudnak eltüntetni, és egy fájdalommentes életet tudnak utána élni a betegeink. És akkor itt rögtön szóba került az ápolónő szó. Tulajdonképpen ezek az ápolók szociális munkások, akik ott dolgoznak, vagy nem? Tehát melyik kategóriába lehet sorolni azokat a te munkatársaidat, akik segítik a gondozó szolgálat napjait? Mindjárt elmondom ezt is, csak van még egy szolgálatunk, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ők azért a felsorolásból itt az előbb kimaradtak, akik a nap 24 órájában rendelkezésre állnak azoknak az ellátottainknak, akik igénylik ezt a szolgáltatást, és jelzésük után 30 percen belül a gondozónők a helyszínen vannak, és hát bizony előfordult, hogy ők is életet mentettek, úgyhogy az ő munkájukat sem szeretném itt elfelejteni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon széles skálán mozog a mi feladatunk, és nagy öröm segíteni az embereken. Azt hiszem, hogy mindannyiunkat ez mozgat naponta, hogy tudjuk azt, hogy biztonságban vannak azok az idősek, akik ránk bízzák magukat, akik megbíznak abban, hogy mi oda megyünk a lakásukra, és segítünk nekik, szívesen látnak, beengednek, és tényleg egy fantasztikus kapcsolat tud kialakulni. És akkor visszatérek erre a kérdésre, hogy a szociális munka napján beszélgetünk azokról a területekről, ahol a szociális munkások, akik magasan képzett szakemberek, tevékenykednek. A szociális munkások kimondottan, tehát hogyha ezt a fogalmat használjuk, akkor hányan dolgoznak nálatok, és hogyan lehet a munkaköröket besorolni? Tehát a szociális munkás az maga egy munkakör. Egy szakma. Ők szociális területen dolgozó munkatársak, tehát igazából november 12-e nem feltétlenül a szociális munkásoknak a napja, hanem a szociális munka napja. Tehát ilyenkor azokat a kolléganőket köszöntjük, akik ezen a területen dolgoznak, és ők nem feltétlen szociális munkások, hiszen a szociális munkás szak az egy külön szak, akár az ELTE-n, akár a Pécsi Egyetemen, vagy a Szegedi Tudományi Egyetemen, tehát ők, ez egy külön szak, de a kolléganőim a szociális munka területén végeznek kiemelkedő munkát. Igen. Ez egy nagyon érzékeny terület a gondozó szolgálat egészében. Mennyire jellemző az elvándorlás a munkatársak körül? Mennyire bírják idegileg, mennyire elismertek ezek a munkatársak, mind anyagilag, mind erkölcsileg? Mert azért valljuk meg egészen őszintén, ez egy lélekörlő, de nagyon lélekemelő munka. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4-5 évben, mióta ugye én arról tudok beszélni,
A kezdeti időszak után nem volt elvándorlás. Tehát azért, mert valaki úgy gondolta, hogy nem bírja mentálisan feldolgozni esetlegesen az elmúlást, vagy hát azért nem mindig siker, van azért kudarc is, hiszen az ellátottaink bizalmát nagyon nehéz megszerezni, és van, akit nem szívesen fogadnak, tehát azért nem mondom, hogy nincs elvándorlás, de én azt mondhatom, hogy egy viszonylag állandó gárdánk van, ami most nekünk nagyon jó, de abból a szempontból viszont nagyon rossz, hogy egyszerre fognak nyugdíjba menni a kolléganőink, és az elkövetkezendő másfél évben 6 vagy 7 kolléganő fog nyugdíjba menni. Nagyon sok. Várjuk a fiatal, lelkes gondozónőket, szociális munkaterületén elhivatott jövendőbeli kollégáinkat, hiszen pótolnunk kéne, de nagyon nehéz olyan tudást és olyan szakmai elhivatottsággal rendelkeznek a régen itt dolgozó kolléganők, hogy nagyon nehéz lesz őket pótolni. Mi, ami szép ezen a területen? Akkor most nézzük meg. Beszéltek róla? A felemelőt mondanám, ami ebben a munkában a felemelő, hogy az eltöltött időt, amit az idős nénivel töltök, megpróbálom neki boldoggá tenni, úgymond, ha mondhatok erre példát is, hogy éppen belépek az idős néninek az ajtaján, és akkor jaj, Editként éppen most akartam meghalni, és akkor mondom én erre, hogy tessék még várni, míg megfürdünk. És akkor ebből olyan hatalmas nevetés tör ki, hogy a néninek már el is felejtett, hogy mit szeretett volna. Visszajön az életkedve, hogy ott van vele valaki, egy mosolygós arc. Úgyhogy nagyon várjanak minket, hogy mikor megyünk már, pontosan ezért. Volt olyan idős bácsim is, aki nagyon súlyos beteg volt, és én nem tudtam erről igazán, csak azt tudtam, hogy beteg. És a kolléganőm, aki szokott hozzá menni, én helyettesítettem, és akkor mondtam, hogy hát itt harc megy a bácsiért, hogy ki jöjjön hozzá, mert annyira kedveltjük őt, és neki ez olyan boldoggá tettük a napját ezzel az egy mondattal, hogy harcolunk érte. Úgyhogy, szóval megvannak ennek igen, a munkának igen, a inkább, szépségei. Inkább felemelő, felemelő mindenféleképpen. Egészen más a kapcsolat az ellátottakkal konyhán keresztül. Mi az, amit te tapasztalsz? Én annak tudok örülni, ha esetleg bejön egy kérelem, akár szóban, akár személyesen, és kétségbeesve keresnek fel minket, hogy nem tudják megoldani ezt a meleg étkeztetést, akár tényleg a koruk egészségi állapotuk, vagy munkanélküliség miatt nem tudják megoldani, és amikor mi elmondjuk, tájékoztatjuk őket, hogy milyen lehetőségünk van, hogyan tudjuk, milyen módon tudjuk biztosítani az ebédet nekik, akkor én azt mondom, hogy ez a segítség, ez egy számomra egy öröm, hogy ennyivel is tudunk segíteni a mindennapjainkban, akár időseknek, akár aktív korúaknak. Pálma, tiéd az utolsó gondolat. Az utolsó gondolat, én azt hiszem, hogy Terézváros önkormányzatának jó voltából mi a kolléganőket tudjuk támogatni, és mi minden segítséget meg tudunk adni esetlegesen ahhoz, hogy ők a szabadidejükben egy kicsit felüdüljenek, hiszen a kafetéria rendszerünk az olyan széles körű, hogy a kolléganők egész évben azért a pihenésüket ebből biztosítani tudják, tehát egy biztos segítséget és egy pontot tudunk adni. Ezen kívül valóban azért a szociális terület egy alulfinanszírozott terület, jóval alacsonyabb az a bér, amit a szociális ápolók és gondozók kapnak az egészségügyben dolgozó ápolókhoz képest. De tényleg a fenntartónknak köszönhetően mi kapunk bérkiegészítést, és én ezt a többi szociális területen dolgozó intézmény nevében is mondhatom, hogy minden segítséget megkapunk a munkánkhoz, és biztosítják nekünk azt, hogy mi tényleg egy állandó gárdával tudjunk dolgozni, hiszen az a plusz juttatás, az a,
azok a lehetőségek, amit mi a kolléganőknek is tudunk nyújtani, kirándulások, a bérletükhöz, a munkakörükhöz bérletet biztosítunk, tehát azt sem a saját zsebükből kell megvenni. Én azt hiszem, mi mindent megkapunk ahhoz, hogy mi már csak jó munkát végezzünk, hiszen a feltételek adottak, és igyekszünk meg is felelni neki. Ez a szociális munka egy fantasztikus munka. Nagyon jó érzés segíteni, és nagyon jó érzés esténként úgy lefeküdni, amikor úgy végig gondolja az ember a napját, hogy hány ember van, aki minket minden nap vár, mi minden nap ott vagyunk, és segítünk, és krízis helyzetekben az életük olyan pontján, amikor segítségre szorulnak, van kihez szólni. Nagyon jó érzés segíteni. Én sem ezen a területen kezdtem, de örülök, hogy ide tévedtem, és örülök, hogy ilyen kolléganőkkel tudok együtt dolgozni, és hát én szociális munka napján engedj meg, Lila, hogy megköszönjem a kollégáimnak a munkájukat. Azt hiszem, ennél szebb végszó nem lehetett volna. Mi is nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.